Srácok, tegnap épp hogy csak videót készítettem arról, hogy jönni fog egy új láda a játékba, a mai nap kiderült, hogy jönni fog még egy új láda a játékba, ráadásul a címből ítélve ingyenes ládák fognak jönni, és elvileg deadboxoknak hívják őket. Hashtag deadgame. Na jó, nézzük meg ezt a videót, amit kirakott a Supercell. There's a new box, it's the deadbox, and you can get it for free. Várjál. Aha, ez egy ilyen halloweeni box lesz, 10 darab ingyeneset fogunk belőle kapni. Ja, ugye nem ebbe is ilyen skinek leszek, mert akkor falnak megyek. Kellett ez a jumpscare tényleg. Pont egy Brawl Stars videóval számítottam arra, hogy jumpscare-elni fognak engem, igen, köszönjük. Szürcsögetem a kis kávémat addig. I want to play a game of Brawl Stars. You must join together to get. Kicsit fűrészes, nem? A community event lesz, 20 billió, azaz 20 milliárd ölést kell majd csinálni a játékba. Hát az általában mindig össze szokott jönni. Once your task is complete, you will get 10 dead boxes. 10 darab dead box fogunk kapni. Anyway, the dead boxes are the new item created especially for this event. Csak erre az eventre csinálták ezt a ládát, és így néz ki. Hát ilyen kicsit lerombolt, kicsit megalázott, kicsit... Hát igen, ott lóg az agya. This can contain coins, gadgets, star powers, hypercharges, brawlers, and of course, spooky cosmetics. Reménykedte, hogy ezt nem fogja mondani. De a lényeg, hogy ebben lesznek gadgetek, star powerek, coin, hypercharge és új brawlerek, de persze azért kozmetikek is lesznek benne, persze, az nagyon kell nekem, nagyon kell a kozmetik, de az egy jó hír legalább. Lesznek benne progression cuccok. Aha, ezek a skinek is lesznek még benne? Jó, olyan lesznek benne még halloween skinek is, azt mondta? Gondolom igen. Gruesome Gus and Decaying Dynamite. All these skins will be also in the shop during the event. A shopban is benne lesznek ezek a skinek. Mit nézek? Mi történik, elnézést? Dead boxes aren't the only thing you get from this event. There are several gravestones, I mean, milestones to reach. Ó, menj már, és itt lesznek ilyen checkpointok szokás szerint, 5 billiónál, 10 billió, 15 és 20, és itt jól látom, hogy egy hypercharge stardropot is kapni fogunk. 15 billiónál pedig stardropokat, meg gondolom nem két darabot. With rewards to unlock. As soon as the event starts, everyone will get double masteries for the whole event. At 5 double mastery. Azt hittem, hogy az double star dropot jelent, de nem. Double masteryt is fogunk kapni, amint elkezdődik az event. Elkezdődött, már mindjárt kiderítjük. You get double XP to help you complete the brawl pass. At 10 billion takedowns, you will get a hypercharged star drop. At 15 billion takedowns, double star drops will. Ja, ez double star drop, nem star dropokat kapunk, hanem dupla star drop event lesz. Az is jó, az is jó. Activate for everyone. And at 20 billion takedowns, everyone will get 10 free dead boxes on October 31st. Nagyon szupi, október 31-én fogjuk kapni azt a 10 darab vizét, hogyha összegyűlik, és megint egy jumpscare. Ajaj. Marcio. We have three new Brawloween game mode. Thank you, Marcio. Lesz három új játékmód. Aha. Ó, és ebben a játékmódban, hogyha megöltök egy embert, az duplának számít. Na, az jó. Ugyanúgy lesz giveaway. To participate in a giveaway, all you need to do is post a screenshot or a video playing the event game modes using the hashtag deadgame and brawlstars. Oké, ahhoz, hogy nyerjetek ezen a nyereményjátékon, csinálnatok kell egy screenshotot vagy egy videót arról, hogy ezzel játszotok, és ezekkel a hashtagekkel posztolnatok kell. Már megy is az event? Nagyon fűrészes. Ennyi. Srácok, kabondó vagyok, lépjünk is be a játékba, és nézzük meg, hogy ott mi vár ránk. Na nézzük, be is léptem, és itt van egy ilyen menü, amint látom, hogy do not enter, tehát ne lép be ide. Just go home, turn back. Don't tap. Hát inkább én srác vagyok, én tepelek. Nothing good will come from this. Semmi jó nem fog ebből jönni. Az összes gemed el lesz tüntvette, csak viccelünk, ez szerencsétek volt. Vállalt a következményeket. Gloom and doom. Közel a vég.
Igen, na jó, add már oda, mi történik. Na, valami történjen már. Kaptunk egy jumpscare-t? Jó, nem lehet kinyitni. De miért nem? Nem lehet, hogy valami easter egg, hogy sokszor kell nyomogatni, vagy... itt kell nyomogatni, vagy bármi. De még egy jumpscare. Nagyon jó. Jó, hát akkor nem fogjuk megtudni, hogy mi van. Mi van a shopba? Hoppá, hoppá, itt vannak a izék, halloween-i skinek. Jó, ezt a Colette skint, ezt fix megveszem. Ezt a Dynamite skint nem fogom megvenni. Janet skint sem fogok venni, ezek meg azok, amik eddig is benn voltak. Nagyon szuper, nagyon szuper. De azt mondták, hogy már most kezdődik az event. Ja igen, és itt is vannak a játékmódok. Oké, oké, oké. És itt tudjuk nyomon követni, hogy mégis mi a helyzet. Már megy a Double Mastery event, akkor úgy néz ki. Na, azt tudom, de ez itt mi lehet? Ez engem idegesít, hogy nem nyílik ki. Nem tudom, valahogy a láncokat róla leszedegetti? Ah, nem. Na jó, van, próbáljuk ki valamelyik játékmódot, mondjuk a payloadot. Kivel menjek? Lehet kupát bukni egyáltalán ebbe, vagy nem? Mindegy, belépek Otisszal kell a 300 kupa. Nem a legerősebb roller, szegény Otiszka, de bevisszük, ránézzünk erre a játékmódra. Ha meg nem lehet benne kupát bukni, akkor meg hozhatunk akárkit. De mondjuk nyilván lehet, tehát hülyeség lenne, nem lehetne. Na nézzük, mit kell ebbe egyáltalán csinálni? Aha, vinni kell ezt a cuccot. Aha. Jó, ez amúgy tetszik, ez tetszik. Ez kis egyedi játékmód. Be kell tolni a kis kocsikát. Nem szabad kimenni ebből a körből, amiben állunk. És tolni kell. Jó lassan megy, amúgy mehetne gyorsba. Elalszok. Persze, majd leszek én az, aki viszi. Odaig kell csak elvinni, és amint beviszem, vége van? Hát ez nagyon gyors lesz akkor így. Ajaj. Baj van. Baj van. Baj van, de hol a csapató? Mondjuk azt írja, hogy még csak 68%-nál vagyunk. Miért? Hát az ott már nem, ja nem, mindjárt megleszünk, jól van, semmi. Tényleg rákültem az ultit a... Jól van. Na, toljuk már be, srácok. Ne komolytalankodjunk. Belemegyek. Na, told már be, kérek. Megvagyunk, nagyon szép győzelem. Kapunk kupát? Kapunk kupát, nagyon jó. És még ahogy nézem, vannak itt objektívek is. Közben egy Epic Star Drop trottyoghat. Vannak itt objektívek, amiben viszont tudunk kapni Star Dropokat, ami nagyon jó. Jézusom, mennyire kedves izeim van küldetésem. Kapunk Star Dropokat. Na nézzük meg ezt a másik módot is, a Zombie Plunder. Ez olyasmi akar lenni, mint a Robo? Még lehet nem Otisszal kéne játszani. Hát szegény haszontalan. Ez itt mi? Itt mégis mit kell csinálni? Hoztatom volna Kenjit is, az sincs 300 kupán, azt hiszem, hogy de. Ezért felveszem, nem tudom felvenni. Akkor el kell lopni az ellenféltől és ide kell hozni? Ez azt jelenteni? Gondolom, igen. Tehát azt el... Ó, ez nagyon hosszú lesz így ez a játék. Ha át tudja dobni és csak be kell vinni a mi helyünkre. Ó, értem. Azokat ott meg elintézem, hopp. Neki. Ennyi, be is vittünk egyet. Hanyat kell bevinni? Hármat? Mondom hármat, vagy kettőt? Tetszik ez is amúgy. Jók ezek az eventek, kellenek ilyenek a játékban, mert különben tényleg meghalna elég hamar. Kell mindig valami, hogy visszahozza a játékosokat. Na, valahogy öljük már meg, köszönöm. Nem találsz el, Lanci. Nem találsz el. Eltalál. Afkol náluk a Barry. Srácok, ne legyetek olyan, mint az ellenfélnek a Barry-je. Szép. Szép volt az ultim, nem? Szép volt az ultim, nagyon jó. Vizik is a fejünket. Áj, csapat. Hol a csapatom? Hopp, már nem afkol a Barry. Na, hol van a mi fejünk? Tehát mit csinált a csávó, aki végig ott volt előtt? Jó, kidobta legalább. Szép, szép. Kikaptunk! Na elmennek a francba ezek a csapattársak, hát mi történik? Hát 7 killem lett úgy, hogy egy Otisszal játszok. Komolytalan. Ja, egyébként srácok, megszűnik a klub, ezt most a videó végén röviden elmondom. Meg fog szűnni a klub, ennek annyi az oka, hogy nem akarok klubvezető lenni, az a helyzet. Tehát folyamatosan, tudom én, tele van a klub, aztán kilép két ember, majd megnyitom a jelentkezést, jelentkezik 40 ember, végignézem mind a 40-et, aztán nagy nehezen elfogadok kettőt, és két nap múlva ők is kilépnek, és ez ugyanúgy folyamat repeatelődik, és nincs kedvem ezt csinálni, az a helyzet. Szóval majd lehet csatlakozok valakinek a klubjához, nem tudom, de én nem szeretném ezt a klubot vezetni, de amúgy köszi szépen mindenkinek, aki benne volt ebben a klubban. Rájöttem, hogy én nem vagyok jó klubvezető. Nem jó ezt csinálni. Na viszont ez az event, ez rohadt jó lesz szerintem. Kíváncsi leszek arra a 10 darab boxra, azért szerintem elég jókat fog dobálni, és kommentbe ti is írjátok le, hogy mi a véleményetek erről az eventről.